édes rózsám, édes rózsám, ha meguntál szeretni, vigyél engem a vásárba eladni, vigyél engem a vásárba eladni. Adjál oda a legelső kérőnek, úgyis csak a régi szeretőm vesz meg. Azt a gyűrűt, azt a gyűrűt, azt a gyűrűt, amit adtam, ad vissza, mert annak a gyémánt köve nem tiszta, mert annak a gyémánt köve nem tiszta. Ott voltunk a bazilikában október 11-én, amikor elbúcsúztunk Sára Sándortól, mindenki tudja, a rendező, a Duna TV volt elnöke, én is munkatársa lehettem, és emlékszem, ott ült, amikor labbemutatónk volt, mert interjú is jelent meg tőle a labban, és nagyon pártolt minket. Ebben a labban el tudtunk tőle búcsúzni, még volt alkalom arra, hogy betegyük Kásler Miklósnak a búcsúbeszédét, amit a bazilikában mondott. Néhány hónappal ezelőtt beszélhettem vele. Testamentumát hallgattam. Kijelölte, anélkül, hogy mondta volna, a kötelességeimet, feladataimat, mindnyájunk feladatát. Igyekeznem kell. Az idő rostáján mindenki aláhull, és akkor el kell számolni. Hát akkor nem tudtuk, hogy igyekeznünk kell, hogy nekünk is, mert minden el kell számolni, de hát mindenki talán tudja, hogy Zeke Gyulától is búcsúznunk kell, de ő az élet nagy rendező, mert ő még mindent elrendezett, mindenkitől elbúcsúzott, ő az, a alapítója a Trianon Kutatóintézetnek, szerkesztője a lapnak, és ő az, aki minden egyes lapszámba írt. És amikor utoljára beszéltem vele, azt mondja, ezt is megírtam, betettem, leadtam az írásomat. Sőt, Tökölön, a Szent István, a Tököli Szent István emlékünnepségen olyan beszédet mondott, ő volt a vezérszónok, hogy az megvan, megőriztük DVD-n adathordozón is, hogy tudtuk, hogy ez testamentum. És még utána már csak azt mondta, hogy már csak egyet akar, de az nagyon, ezzel kezdődik a Trianon szemlében megjelent írása is, hogy már csak azt szeretné megírni, hogy a Vas diplomáját személyesen átvehesse. Ott voltunk, ott volt az egész márványkör, ott volt a baráti kör, mindannyian, és valóban személyesen vehette át ezt a Vas diplomát. És talán nem stílustalan az, hogy diákok, kollégiumi diákok jöttek ide a mai estére érdeklődésből is, szeretetből is, tudásvágyból is, de Zeke Gyula bácsi mindig úgy mondja, én sosem mondtam úgy, rá is emlékezve, előtte is tisztelegve. És akkor most megmutatom ezt a Vas diplomát, amit ő kézbe vehetett, és erre nagyon büszke volt, ezt várta, mindenkitől el tudott köszönni, és pénteken volt, amikor a betegágyán már akkor nagyon komoly fájdalmai voltak, a Jóisten lehajolt hozzá, és magához szólította. Ő kész volt. Erre mi kevésbé vagyunk készek, de próbálunk úgy búcsúzni tőle, hogy az ne gyengítsen minket, hanem erőt adjon. Azt hiszem ez a legméltóbb dolog, hogy a fiatalok itt vannak, és a tanítványainkban élünk tovább. Úgyhogy ha lehet, akkor most Zeke Gyulára és Sára Sándorra emlékezve egy percre.
álljon föl. Köszönöm. Köszönöm, köszönjük szépen Petrás Máriának az emlékező imát, amivel egy kicsit meglágyította a lelkünket, a tekintetünket, egy kicsit az égbe fordította, de csak azért, hogy legalább ilyen módon együtt legyünk az eltávozottakkal. És én bizonyos vagyok abban, hogy az ő lelki, szellemi jelenlétük, kisugárzásuk itt van most is velünk. Erős órában, másfél órában, amely idő alatt a trianoni szemle legújabb számát bemutatjuk önöknek. Szeretettel köszöntöm a szép számú, és nagy örömmel mondom, hogy minden alkalommal szép számú közönséget, akik itt megjelentek a Stefánia palotában, hol közelebbről, hol távolabbról, de tanúja vagyok, ha nem is mindig részese, annak a heroikus küzdelemnek, amelynek révén Szidéropoulos Archimédesz, Kolcsonai Katalina szerkesztőbizottság igyekszik folyamatosan azt a színvonalat, azt a minőséget, azt a sok újdonságot, azt a rengeteg dokumentumot lappá formálni és a témák iránt érdeklődők kezébe adni, amely bizony nem túlzás a heroikus, a hősies jelzőt e munka mellé társítani. A trianoni szemle azt hiszem valami olyasmit tud, amit nagyon-nagyon kevés történelmünkkel, múltunkkal, ráadásul történelmünknek, múltunknak nagyon-nagyon fájdalmas fejezetével foglalkozó munka, folyóirat, írás. Úgy tudományos, úgy szólítja meg az észt, az értelmet higgadt józansággal, hogy ezen közben megszólítja a szívet, a lelket, az érzelmeket is. Mint egy részesévé tesz ezeknek a történelmi eseményeknek, mint egy test közelből, ha úgy tetszik lélek közelből, és ebből adódóan érzelmeinket is mozgósítva teszi lehetővé, hogy átéljük azokat az eseményeket, amelyről ezek a tudományos alapossággal, higgadtsággal készült tanulmányok, avagy pedig a művész érzékenységével született versek, esszék, novellák, tanulmányok szintén szólnak. Igaz, hogy egy ilyen vastag könyvet, ez nem is lap már, de hát a szükség hozta úgy, hogy egy évben kétszer jelentetjük meg, 240-250 oldal. Bevezető írásunk, a mostani lapnak a bevezető írása Jankovics Marcell Trianon című könyve, amit a
az elmúlt könyvhéten lehetett kapni, teli van illusztrációkkal, karikatúrákkal, nem is a szöveg a fontos ebben a könyvben, hanem azok a karikatúrák, illusztrációk, amelyekkel fölemeli ezt a témát olyan szintre, hogy azok is megértik, akik eddig Trianonnal nem igen foglalkoztak. Szeretném kiemelni Abbonyi Albert személyét, híressé vált beszédét. Ugye, ha megnézzük a borítót, a szövetségesek, ezek az árnyalakok, akik, ugye, és alatta ott van Abbonyi Albert feje, a iratokkal hiába vittek telekiék, betlenék, Abbonyi Alberték fantasztikus anyagot, olyan dokumentumokat vittek magukkal, amelyek a mai napig nem kapták meg a méltó helyüket Magyarországon. És hát egyszerűen erről felháborodás nélkül nem is lehet beszélni. Nos, ezt ábrázolja, és a hátsó borítón pedig nem a Versailles kastély egyik terme, hanem a Quai d'Orsay, vagyis a francia külügyminisztérium, ahol elhangzott 1920. január 16-án a híres beszéde, de hát sok eredménye nem volt, hiszen látjuk, hogy mi történt a magyar nemzettel. Benda Jenő, aki végig részt vett ezen a beszéden és ezen a rendezvényen, hogy mondjam így, visszaemlékezéseiben nagyon izgalmasan írja le, úgyhogy ajánlom figyelmükbe Benda Jenőnek az írását. Van egy állandó rovatunk, az a címe, hogy Trianon árnyékában. Bevallom férfiasan, azért is adtuk ezt, egyrészt illik hozzá ez a cím, másrészt pedig hát, hogy olyan cikkek is beleférjenek, amelyek igazán nem tartoznak Trianonhoz, de az identitás szempontjából nagyon is ide tartoznak. Mondok egy példát, Bakai Kornél, aki köztünk van, és szeretettel köszöntjük őt. Bakai Kornélnak az magyarok őstörténetével foglalkozó témái, írásai, amelyek ugye kiverik a biztosítékot a Magyar Tudományos Akadémiánál, de itt azt hiszem, hogy mi nagy szeretettel beszélhetünk erről. Tehát a Trianon árnyékában című fejezetből én kiemeltem egy blokkot, és ez a blokk Horthy Miklós kormányzóval foglalkozik. Itt négy írás is foglalkozik ezzel. Az egyik P. Ábrahám Dezső, Pattantyús Ábrahám Dezső, aki nemesi családból származik, és a szegedi ellenforradalmi kormány egy hónapig volt miniszterelnöke, július 12 és augusztus 12 között, és ő nevezte ki Horthy Miklóst fővezérré, hadügyminiszterré, és annak ellenére, hogy ő a Károlyi Mihály kormányában benne volt. Ez az egyik írás, ez 57-ben készült ez az írás, tehát elég régi. Ugyanakkor igen új az, ami utána jön, ugye Szalai Károlynak a könyvével kapcsolatban készítettem én egy interjút vele, és hát fantasztikus dolgokkal nem csak próbálta, hanem valóban alá is támasztotta mindazt, amit Horthy Miklósról tudni kell, csak egyet említek, Ránkik György marxista történészre hivatkozik, furcsa Szalai Károly esetében, de hát hallgassuk meg, hogy miért. Aki szerint, és most idézem Szalai Károlyt, aki szerint Horthy kényszerpályán mozgott, mozgásterét Trianon és következményei korlátozták, ahogyan fogalmaz, kalodázták be. Tehát Ránkik György, igaz, hogy marxista történész volt, de volt annyi becsület benne, hogy próbálta Horthy Miklós személyét megfelelő helyre tenni. És itt következik a Döbrentei Kornélnak egy nagyívű, hát nem tudom, eszének nevezzem meg, vagy elemzésnek, az a címe, hogy Több fényt. Horthy Miklóst és a mai miniszterelnököt, Orbán Viktort hasonlítja össze, megfölteszi a kérdést, miért gyűlölik annyira Horthyt? És miért gyűlölik annyira Orbán Viktort? Hát ugyanazért. Horthy Miklós a bolsevizmustól, a káosztól akarta megvédeni az országot,
És hasonlóképpen Orbán Viktor pedig hát az iszlám, a hódító iszlám, iszlámmal kapcsolatban fejti ki a mai napig a tevékenységét. És hát sajnos ma is Magyarországot minősítik fasisztának, többek között emiatt is. És hadd emelje ki egy mondatot Kornél írásából, a környező kisantant országok megelőzve Hitler kívánságát önszántukból, önérdekből is, láss például Tiso Szlovákiáját, Antonescu Marsal Romániáját, stb. Önszorgalmulag zsidótalanították országukat. Magyarország volt az egyetlen hely az akkori Európában, ahová menekülni, emberi életet élni még lehetett. És a figyelő rovatban Weber Krisztina egy elfelejtett könyvről ír, Edgar von Schmidt Paulinak a könyvét, amely 43-ban jelent meg azt hiszem másodszor, és hát ez nagyon fontos, hogy egy recenzió is született ebben a kérdésben. A művészet irodalom Trianon fejezet is igen gazdag, itt kiemelném Móri Zsigmond adott az ő írását és a róla megemlékezőket, mert a 140. évfordulóját ünnepeljük idén az ő születésének. A három mártír püspököt is ki szeretném emelni, akikről írás született és sok vers született, tehát Vincenti József Viborosról, Márton Áron és Apor Vilmos püspökökről is vannak írások és versek. Ki kell emelni még Kő Artúr elemzését, Gulyás László legújabb könyvéről, Trianonról, a hétköznapi nyelven, tehát mindenki megértse, az is, aki még fogalma nincs, hogy mit Trianon, lehet, hogy azt gondolja, hogy ez egy szálloda. Ja, igaz, van egy szálloda is, de magyarok számára nem ez a fontos. A kötetet Kásler Miklós professzor írása zárja, ahogy hallottuk már, ő búcsúzott el a nemrég elhunyt nagy rendezőtől és hazafitól, Sára Sándortól. Lapozzunk tovább a trianoni szemlében. Rafai Ernő történész, aki Archimédészsel együtt alapította 2007-ben a Trianon Kutató Intézetet, a magyar ellenes román tevékenység Erdélyben 1918-19-ben című írásáról fog beszélni, amely valójában az Erdély 1918-19-ben című könyv egy szemelvénye részlete. Ugye én most szabadkönyves témába írok könyveket, még jövőre szabadkönyves köteteim jelennek meg, de lesz két Trianonnal kapcsolatos kötetem. Az egyiknek az lesz a cím, hogy Erdélyt vissza, mindent vissza, alcíme Trianon okai, következményei és a megoldás lehetőségei. És egész kisbetűvel utolsó alcím, az alcím alatt utolsó üzenet. Ez az én utolsó üzenetem lesz a magyaroknak, hogy mit kell ne csinálni Trianonnal kapcsolatban, mert nagyon sok mindent lehet csinálni. A trianoni szemle szerkesztői is nagyon sokat dolgoznak, ezen van mit csinálni. Itt vannak például a román-magyar kapcsolatok. Ha eltés professzor lennék, akkor azt mondom, megvan a maguk dinamikája. Azonban nem ezt mondom, hanem megvan a maga története, és hogyha a román-magyar kapcsolatokat ismerjük, akkor az egész közép-európai térség erkölcsi történeti, katona, hadtörténeti mindenféle részét jobban megismerhetjük. Úgyhogy, ha befejezem a szabadkönyves könyveimet, még három kötet, jövő ilyenkor jelenik meg az utolsó, akkor utána a román-magyar kapcsolattörténeti munkáim következnek, ugyanis a román-magyar kapcsolatok ellentétek kibékíthetetlenek. Csak úgy békíthetőek ki, hogyha a határkérdést rendezzük. Most ebben nem akarok belemenni. Itt ebből a kötetből egy átalakított rész van kivéve, ami azt mutatja, hogy a románok megtanultak nemzetiségi politikát csinálni akkor, amikor 1878-79-ben megkapták a tengerparti részt, ahol nagyon kevés román lakott, most pedig már nagyon kevés gagauc, török, bolgár, lipován, zsidó, stb. Él, meg kiirtották őket a románok. És amikor bevonultak 18-19-be, akkor a Dobrudzsában tanult nemzetiségi politikát áthozták Erdélybe, és mind a mai napig ezt csinálják. Ez a lényege a dolognak. Ezt egyszer megtanulták, és úgy gondolják, hogy ha az etnikai kisebbségeket, a vallási kisebbségeket
likvidálják valamilyen módon, nem kell megölni, egyébként is lehet likvidálni más módon is, akkor létrejöhet az a homogén Nagy Románia, amely le van írva a román alkotmány egyes számú paragrafusában, most nem akarom se románul, se magyarul idézni, mindig erre hivatkoznak. Tehát ott az alkotmányban nem lehet más csinálni. Na tehát a trianoni szemlében következő időszakban, ha a szerkesztőség, főszerkesztő úr egyetért, akkor ezekről a dolgokról fogok inkább publikálni, mert a szabadkönyvességet már unom. Ez minden értelemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hát mi nem untuk hallgatni Rafai Ernőt. És hogyha a románok megtanulták ezt a nemzetiségi politikát, és az maguk szempontjából valljuk be őszintén, meglehető sikerrel tudják a mi rovásunkra alkalmazni, a mi rovásunkra is alkalmazni, akkor ehhez a politikához hozzátartozott, vagy hozzátartozik bizonnyal mind a mai napig az a fajta kirakat politika is, amelyben szintén nagyon eredményesek, és amelyről például a labban, a legendás Bentholz tábornok naplójából, szókimondó naplójából is értesülhetünk, de Domonkos László nálam avatottabb ismerője, Bentholz tábornok sorsának, történetének, életének is, mint ahogy anavatott ismerője Pattantyús Ábrahám Dezső egy hónapos miniszterelnöki tevékenységének is, amely, de ezt már gondolom Laci fogja elmondani, szoros összefüggésben van Horthy Miklóssal is. Horthy Miklós alakja, a kormányzó úr fontossága, meggyőződésem, hogy Istennek hála egyre nő az időben, és ez a növekedés fölgyorsulóban van, pláne Istennek hála. Tehát nagyon is eljött az ideje annak, hogy olyan más történelmi személyiségek kapcsán is vizsgáljunk bizonyos történelmi eseményeket, még ha azok viszonylag rövid ideig is tartottak, amelyek ezt a jelentőséget vannak hivatva bizonyítani. P. Ábrahám Dezső egy hónapig volt mindössze miniszterelnök, ahogy hallhattuk, de rögtön ki kell jelentenem, hogy egyetlen egy érdemi történelmi tette volt az egy hónap alatt, de ha ez az egy nincs, akkor egészen biztos, hogy a 20. század történelme alapvetően másként alakul, ez pedig a következő. 1919. július 16-ával Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg fővezére lett. Ennek a jelentősége meghatározó volt, és nagyon fontos az, hogy az a későbbi cselekvés sor, ami elindult, tehát a Nemzeti Hadsereg szervezése, aztán augusztusban az indulás a Dunántúrra, utána ugye elérkezünk, most ünnepeltük éppen a 100 éves évfordulóját a novemberi budapesti bevonulásig, tehát a majdnem azt mondom, hogy a Szegedről induló és a Gellért szállóig, a budapesti Gellért szállóig tartó út, az gyakorlatilag P. Ábrahám Dezső miniszternöksége alatt indult, és ennek a miniszterelnöki hatalomnak, ha úgy tetszik, köszönhető. Csak annyit, hogy Horthy Miklós jelentősége, a kormányzó úr tetteinek a jelentősége, az valahonnan datálható. Ez, most nem menjünk vissza Otrantóig, nem menjünk vissza más első világháborús, egyébként nem lényegtelen cselekedetekig. A Magyar Nemzeti Hadsereg fővezérsége az a nullpont, véleményem szerint az az origó, ahonnan ez számítani lehet, és P. Ábrahám Dezső történelmi érdeme, el kell ismerni, hogy ezt lehetővé tette. A másik dolog az már sajnos megelőzte mindezt, tehát miközben mindezek készülődtek, eközben ugye ez július, 19. júliusa, augusztusban a magyar nemzet legújabbkori történelmének legnagyobb szégyene bekövetkezik, a román hadsereg megszállja Budapestet 19. augusztus 4-én, és egyetlen egy ember van, tényleg csak egy legény volt talpon a vidéken, a nagy nyugati demokrácia és a nagy nyugati humanizmus jegyében. Egyetlen ember volt igazán méltó ehhez, és azért fontos dolog, és a magyarországi rendszerváltozás nagyon kevés egyértelműen korai pozitív jele, hogy már 1989-ben újra fel lehetett állítani a 49-ben a kommunisták által a szokásosan galád módon lebontott szobrot, Harry Hill Bentholz amerikai tábornoknak a szobrát, aki a szövetséges katonai misszió vezetőjeként tartózkodott Budapesten, és az sem igaz egészen, ami a legközismertebb tény róla, hogy ő volt az, aki megakadályozta, hogy a románok szokások szerint mindent magukkal
igyekezvén rabolni és elvinni. A Nemzeti Múzeumot is, hogy szépen mondjam, lenyújják, mert ezt akarták. Tehát gyakorlatilag a Nemzeti Múzeumot, ha jól emlékszem, 21 teherautó sorakozott fel a múzeum mellett. Tehát elég sok minden fölfér azért 21 teherautóra, ha belegondolunk. Ezt a 21 teherautót, illetve az erre készülő Martalóc társaságot megakadályozta, tehát gyakorlatilag meghiúsította, ha úgy tetszik, elzavarta a szokásos rablásukat végezni akaró megszálló románokat. A nyugatiak által annyit, máig annyit hangoztatott humanizmus, meg demokrácia, meg emberség, az valahol itt kezdődik. Érdekes és nagyon jellemző, hogy egyetlen egy példa van szinte arra a mi történelmünkből, amikor valaki megmutatta, hogy ez körülbelül mit jelent. És én úgy gondolom, hogy a lapnak egyik alapvető feladata, hogy ilyen jellegű történelmi eseményekre is, Trianonhoz kapcsolódva, akár közvetetten is, fokozott mértékben fölhívja a figyelmet, hát ezt igyekeztünk megtenni. Mikor múzeumpedagógusokat vizsgáztattunk, mindenki tudta a történetet. Én a szobrot odaraknám a múzeumparknak a szoborparkjába, és az, hogy ő az igazság bajnoka, ezt ki kellene fejteni több nyelven, hogy milyen történetről van szó. Mert az amerikai nagykövetség sok turista nézi, de nem ismeri az valódi történetet. Ligeti Miklós, impresszionista magyar szobrász, aki az Anonymous-t is csinálta, az ő szobra ez, de olyan erő van a tábornokban. És most mindegy, hogy hátul tartja a kezét vagy elől, az az őserő sugárzik, és szinte felüdül az ember, mikor ezt a szobrot látja. A magyar fájdalom szobra pedig tényleg úgy tűnik, mert egy ragyogó nő az ég felé néz, a napimádó nő, a napozó nő, ott ismerjük a fürdő előtt, a Palatinus fürdő előtt, ez több változatban megjelent ez a szobor, de jól megnézzük a kéznek a tartásából, ahogy görcsbe rándul a keze, és az ég felé néz, mintha a dialógus folytatna a Jóistennel, hogy ezt meg tudta csinálni egy nemzettel, és ezt egy francia szobrász készítette. Tehát nem a franciáknak köszönhető Trianon, hanem a francia politika hozzájárult, a francia néppel, nekünk semmi bajunk. De hát ez a fajta áhítatos, nem napimádás, hanem Istennel való dialógus benne van ebben a szoborban. A másik témám a hazugság antropológiája, ez engem régóta foglalkoztatott, és most már a 7. fejezetnél tartok. Én 7 típusát különböztetem meg a hazugságnak, és ebbe a tanulmányba is így megyek végig. Az első a művészet. Tehát Hári János hazudozott, de tudtuk, hogy az csak viccelős, ő csak az álmait fejezte ki Napóleonról. A másik a tudományos hazugság, amikor tényekre megalapozatlanul évtizedeken, évszázadokon keresztül hülyeségekkel etetik az embereket. Hát ezeket a tévtanokat, erről hosszú sort lehetne állítani a tudományos hazugságokról. A harmadik a tudatos megtévesztés, az az individuális, ami a hétköznapunkat átitatja. Ez a tudatos megtévesztés, amikor egy hazugság igazság képében jelenik meg. Rengeteg példa van, hát én a 100 évvel ezelőtt itt hoztam fel, de sajnos napjaink is kibontakozott a hazugság birodalom. A negyedik hazugság típus a figyelemelterelés. Hogy szépen nem a lényegről beszélek, hanem mindig melléterem hírekben, amikor mondanak bizonyos információkat, de hát ezek nem fontosak, a fontos dolgokról elterelik a szót. Figyelemelterelés, a rágalmazás. A rágalmazás az félelmetes. Hamis meggyőződés, rágalmazás. Én előveszem Arisztotelész etikáját, meg idézek nagy filozófusoktól is, meg politológusoktól is, akik a hazugság leleplezésével foglalkoznak. A 6. a nagy történelmi hazugság. És itt ebben a cikkemben kifejtem, hogy akármilyen irányból nézzük. Elolvassuk a Tömbázsa könyvet, hogy miért tört ki az első világháború, milyen érdekek mentén, hogy alakultak ki a szövetségek. Akármit olvas az ember, Tömbázsa könyvet kitudódik, hogy a monarchiának sem érdeke nem volt belépni a háborúba, Magyarországnak meg épp úgy nem volt érdeke. Tehát Tisza István, amikor tiltakozott, hogy belépünk a háborúba, talán fel kellett volna a monarchia szerződést bontani, mert hogy milyen következményei lettek, ezt
egy csomó veszteségünk volt, és utána bűnös nemzetként tartanak számon azóta is bennünket 100 év múlva. Ezt fejtem ki a 6. pontba, és a 7. meg említést teszek, a 7. típus az igazság kimondóinak likvidálása, elhallgatása. Ez is egy nagyon régi módszer. Ajánlom figyelmükbe az én tanulmányomat, meg az egész trianoni szemlét, hisz mindegyik a hazugság leleplezéséről szól. Most pedig az irodalomkutató, irodalomtörténész szerkesztő Medvigy Endre érkezik már is a mikrofonhoz, aki Sinka István, Erdély József, Nyírő József mellett Tompa László költészetével is szoros barátságba került, a két háború közötti erdélyi magyar irodalom ismert és elismert három nagy költőjének, a transzilvánista Triásznak, Áprilinak, Reményiknek harmadika Tompa László, akiről most bővebben hallhatunk Medvigy Endrétől. Ennek a Triásznak a három költője közül a harmadik Tompa László, aki valahogy az irodalom történet írásban, mintha elsikkadt volna. És annak ellenére elsikkadt, hogy akadtak olyan irodalom történészek, akik a Triászból Áprili Lajos és Reményik Sándor elé első helyre tették Tompa Lászlót. Kós Károly kortársa, majdnem ugyanakkor született, mind a ketten 1883. decemberében látták meg a napvilágot, és különlegessége talán, ha maradjunk a transzilvánista Triásznál, a Triászban éppen Tompa László azáltal, hogy nem egyszerűen erdélyi, hanem székely, székely íróként elsősorban Tamási Áron meg Nyírő Józsefet ismerjük. A két háború között a könnyűvesek, a kritika, propaganda elsősorban ezt a két írót emelte ki, de itt van a harmadik, aki nem akárki volt, Féja Géza, összesen 4 erdélyi íróról írt a két háború közötti időszakot tekintve, Tamásiról, Nyírőről, Kós Károlyról és Tompa Lászlóról. Két háború közötti versei közül azért, ha antológiákat forgat az ember, számos verse megjelent különböző antológiákban, különösen az erdélyi Helikonéba, hiszen az erdélyi Helikonnak, az erdélyi szépművész cégnek szerzője és tagja volt. Mivel a népi írók írtak általában Tompa Lászlóról, azt hinné az ember, hogy Tompa László is népi író volt. Hát nem. Gazdagon van a neve ellátva nemesi előnevekkel, tehát népírókról szó sincs, egy magyar úrról van szó, akinek a leghíresebb verséről nem beszélek, az a Lófüröztés. Megemlítem Magányos Fenyő című versét. A Magányos Fenyő a székelységnek a magányáról is szól. Lehet szélesíteni, hogy Erdély magára hagyott magyar népét is magába foglalja a vers, sőt, hogyha még szélesebbre vesszük, a magyarságot, mint olyat, mint magányosat, egy olyan nép vagyunk, akit Európa nagyobbik fele idegenként kezel, mind a mai napig legalábbis. A cselekedeteik arra vallanak, hogy valami ilyesmit gondolnak rólunk. Tudták a nyugatiak, bár nekünk úgy adták be, mintha ez valami kitaláció vagy fantazmagória lenne, hogy tudták, hogy Szkitiából jöttünk. Ennek megfelelően a legnyugatibb keletnek tekintették az itt élő magyar népet. Tompa László, Magányos Fenyő. Hogy görnyed, mint akit bűnlakol, az őszi vált a búsbokor. Az ágakról levert levelek a szélben föl, s lekerengenek. Haraszt röpül, vénfűzni korog. Minden csupa gyász, por, pernye, romok.
A végét várja már minden ez Zordvidéken. Csak én nem. Én, amíg minden omlik, összedül, gyökereimmel a kopárfokon, bús székelyfenyő megkapaszkodom. S állok daccal, társ nélkül, egyedül. S még hava dob rám hóköpenyt egy szeles nap, vagy egy vadéj, így biztatom magam. Ne félj, te tovább tartasz, mint a tél. A gúnyos holdnak, mely nekem halált s hasonlót emleget, így szólok. Uram, láttam én már karomvarjat eleget. Görnyedtem én még máskor is némultan hó és jég alatt. De törzsem, ágam, akkor is a hó alatt is zöld maradt. Kibírtam én már sok telet, míg jöttek a jégtörő szelek. S gajaimon, mint húrokon, új fuvalmak zenéltek. Így múlnak, újulnak az évek. Én az időkkel bátran szembenézek. Az irónia és a humor is helyet kap a lapban, a folyóiratban. Utalok tulajdonképpen szívesen teszem, bár Archimédesz már utalt Jankovics Marcell Trianon albumára, amelynek gúnyrajzai és a mellé Jankovics Marcell, a nemzetművésze, a rendező, művelődéstörténész által írt értelmező szövegek a sírva nevetés, vagy nevetve sírás, a könnyes nevetés és az ezzel való feloldás, feloldódás lehetőségét hordozó rajzokat, írásokat mutat a Trianon albumban, de a kommunizmus celebjeit bemutató írást is szívesen ajánlom elolvasásra. Talán a József Attila kollégium tagjai még nem, vagy tanulmányaikból igen, hallottak a Stahanov mozgalomról, a stahanovistákról, akik elképesztő eredményeket tudtak, bár elképesztő módon is produkálni, és erre valami milyen módon aztán rá is ment az életük, ezt pedig Archimédesz írásából is tudjuk. Nos, egy szóval az iróniának is helye van a lapban, ide pedig még Buczhunor nevét idézném, aki Vörös Sándor történelmi panoptikumát idézte meg, Buczhunor a Térszínház rendezője, alapítója, aki elő is adta társulatával a Kétfejű Feneva című vörös darabot. Ezzel kapcsolatban elmélkedik arról a filozófiáról, amelyet azt hiszem most már egyre többen érzékelünk, vagy egyre többet kapunk Vörös Sándorból, akit a kommunista érában bizony inkább csak a gyerekversek révén lehetett szabadot megismerni, azokat a filozófiai mélységeket, amelyek viszont jellemezték őt és gondolkodását és költészetét, az elmúlt 30 évben talán már lehetőségünk volt közelebbről is megismerni. Szakács utca jó voltából most ennek egy darabját hallgassuk meg, Vörös Sándor Majomország című versét. Vörös Sándor, Majomország. Helyde messze Majomország, ott terem majom kenyér. Majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak, majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gaz majom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán, majom király, majom nyelven szónokol. Egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orángután mind majom újságot olvas, majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek, jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák. Majom kézben, majom fegyver, a majmoké a világ. Trianon árnyékában élve araszolunk tovább, amikor Benda Jenő újságíró naplójából hallhatnak meg hamarosan részleteket, aki a Párizsi Békekonferenciáról írta feljegyzéseit a Béke Kálvária útján címmel könyvben is megjelentetett naplójában. Aponyi elkezdte részletesen megmagyarázni a térképet. Clemenceau pár percig a helyéről figyelte mindezt. Azután maga is fölállt, és odalépett Aponyi mellé.
aki egymás után mutatott rá a Csalló közben, Ruszka Krajnában, Erdélyben, Arad környékén, a Bácskában rekedt nagyvörös foltokra, a magyar nemzettest vérző sebeire. És ezeket az adatokat önök tudnák dokumentumokkal is igazolni? Kérdezte Lloyd George. Természetesen, felelte Apponyi. Ezt az igazolást megméltóztatik találni a már eddig beadott jegyzékeimben is, a jövőben azonban még több bizonyítékokkal kívánunk szolgálni. Apponyi végül felajánlotta Lloyd George-nak a térképet, amit Lloyd George örömmel elfogadott. A nagyhatalmak többi képviselőinek holnap reggel fognak szétküldeni hasonló térképeket. A magyar urak ennek a végső jelenetnek a hatás alatt tértek vissza a Château de Madridba. Vajon ma éjjel miről fogok álmodni? Az angol becsületről, s az angol igazságérzésről, amelyik egyszerre tudatára ébred annak a gazságnak, amit itt egy művelt, szorgalmas, tehetséges nemzet ellen akarnak elkövetni. Egy erős kézről, amelyik visszavezeti hozzánk az új határral tőlünk elzárt magyar véreinket. Újra Magyarországot csinál a szülőföldünkből, ahol most idegen hordák garázdálkodnak. Nem. Erről nem szabad nekünk álmodnunk. Ez túlságosan szép volna. Ma pedig a rózsás álmok még veszélyesek, mert valószínű, nyugokban jár a kiábrándulás. Térjünk vissza a művészet, az irodalom és Trianon kapcsolatára, hiszen mindenképpen illő, hogy megemlítsük Dávid Gyula erdélyi irodalomtörténész Nyírő Józsefről, az Elbeszélőről szóló írását, a Jézus faragó embertől az Elszántakig címmel. Ahogyan Dávid Gyula mondja, írásaiban, már Nyírő írásaiban a székely psziché, a székely táj és a havas természet világa olyan lírai, balladai telítettséggel jelenik meg, amely kétségtelenül közelebb viszi az olvasót ennek a világnak és népének megértéséhez. Nyírő József is azok egyike, akit évtizedeken keresztül kiírtottak a kánonból, és akinek ugye mindannyian emlékszünk arra a madridi földből, a szülőföldre való hazahozatala, hanvainak hazahozatala, milyen áldatlan és szörnyűséges körülmények közepette mehetett végbe. Döbrentei Kornélt kérem annak a versnek az előadására, amelyet a trianoni szemlében is olvashatnak, a balassikarddal, babérkoszorúval, alternatív Kossuth-díjjal ékesített költő Döbrentei Kornél a Püspök vértanúk emlékére írta a Felszabadítás szomorúsága című versét, konkrétan a báró Apor Vilmos győri püspök húsvétvasárnapi meggyilkolását idézve meg tágabb perspektívában. A Felszabadítás szomorúsága a Püspök vértanúk emlékére. Húsvétvasárnap, ahogy a pitty mallat szokott, az örök világosság rőt hétköznapjain, Jézus is tette szent dolgát és feltámadott, de a nélküle világ sebei Karmazsin udvarán új kivégzésre készülődik már a Trianon trancsírt tűrt hon, a szörnyű birok, végóráiban a barbár győztesekre vár. Egy lényegűvé lesz a gyilkos és a gyilok. Két tarkólövés közt a szünet jótetté fokozott, húsvét ünnepén benyomultak Győrbe az oroszok. Öldökléstől, szabad harácstól nyűjt részek katonák, szegény szerelem-inséggel megvert, a nagy háború egészben esendő részek, kik létáldozni kaptak dög cédula kegyszert, a templomhoz rontanak, asszony népremekben, zsigérjük emlékszik, mi a lányhús színjava, szájukból árad halál parfümmé erjedten a benyakalt, vodkapótló kölni víz szaga.
két tarkolövés közt a szünet jótetté fokozott, húsvét ünnepén benyomultak Győrbe az oroszok. Ostromolják a kaput, rengvára az úrnak, tűrve nézi, az oltalom esélye fogytán, harangjai bénák önsúlyukba némulnak, hergelt herékkel tombol a vörös toportján, a mítikus szűzhártya ajtó már beszakad. Mögötte a préda, közel a kélyes früstök, s akkor tilton fölmagaslik, megállj, nem szabad, kiált váró Apor Vilmos, a győri püspök. Két tarkólövés közt a szünet jótetté fokozott, húsvét ünnepén benyomultak Győrbe az oroszok. Büszkén kiáll a főpap, sátán űző percek, a hőkölő hordának szívet mellett kitár, mögötte a fehér nép összebújva reszkett, de váratlanul felkaffog egy davaj gitár, rettenetes csönd mállasztja a lőporfüstöt, és szétjuggatott testen lehanyatlik lassan, tűnődőn, báró Apor Vilmos győri püspök, s latrok torkából diadalordítás harsan. Két tarkólövés közt a szünet jótetté fokozott, húsvét ünnepén benyomultak Győrbe az oroszok. A züllött csorda megűli a vadbujatort, előbb felravataloztatják a tetemet, és felhozatják a lányokkal a misebort, és papíruhába bújva táncot lejtenek a ravatal körül, majd leteperve őket, s szétfeszítve azon nap, hogy ő föltámadott, meggyalázzák a holnapi Jézus anya nőket. Apor Vilmos püspök és a megváltás halott. Két tarkólövés közt a szünet jótetté fokozott, húsvét ünnepén benyomultak Győrbe az oroszok. Köszönöm. Köszönöm szépen, estünk végére értünk, és én azt gondolom, hogy történelmi tragédiáink, sorscsapásaink, fájdalmaink mellé azért mindenképpen helyezzük a remény csillogását is oda. A feltámadás reményével a szívünkben érjen véget ez az este. Jól lehet, még csak a születésre készülünk. Oh.
Isten dicsérjétek, áldását vegyétek.